Halleluja! Remélem jó harcosok lesztek, szellemnek a harcosai, hogy hogy kell a nyomásokat leküzdeni. Figyeljetek ide, régóta gyakorlom, sok mindent raknak rám az emberek, varázslással minden foglalkoznak az emberek, hogy megállítsanak. Istennek adom a dicsősége, hogy több mint 40 év óta nem tudtak megállítani. Akármit is mondanak, mondjanak, de meg kell tanulnod hogy az Isten igéjével, ha visz, akkor ez egy olyan fegyven, ami meg fogja adni neked a tovább lépésnek a lehetőséget. Antipásznak is ez volt a titka. Addig, amíg ő élt, addig rendbe mentek a dolgok. Az Antipász annyit jelent, hogy mindennek ellene. Tehát, vagyis mit jelent? Antipász mindent elutasított, ami volt Pergamonba. Elutasította az Eusimádást, Elutasította, elutasította, a kigyóimádást, elutasította a palasz adhérnének való áhítatosságot, nem őtőle tőle várta a bölcsességet. Elutasította a császárkultuszát, meg a többi mitológiai istenségeknek, ezek a szivakodó isteneknek, összeférhetetlen isteneknek mind a kultuszát. Ő egyetlen egy személyről hitte, hogy úr az Atya Isten dicsőségére, az pedig nem más, mint a názárti Jézus Krisztus. Ezért olvassuk a következő hatalmas szellemi fegyvert, a, 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 második szellemi fegyvert, az Úrnak a nevét. Azt mondja, hogy megtartottad az Úrnak a nevét. Az eredeti kifejezés azt is tartalmazza, hogy nem csak megtartotta, hanem hatalomban, erőben birtokolta az Úrnak a nevét. Hogy, és ezzel a névvel képes volt megállni olyan helyen az egyház, és képes vagy te is megállni olyan helyen, amely tele van gonosz sátáni erővel, erköstelenség erőivel, bukott erőkkel, amelyek az embereket erköstelenné teszik. Te mégis megállsz. Nem az erköstelenséged választod. Nem a házasságtörést választod. Hanem továbbra is megmaradsz Isten igéje mellett. Tehát az Isten igéjével való küzdelem után jön a másik nagy fegyver, az Úr Jézus Krisztusnak a neve. Jézus, ami után feltámadt, azt mondta, nekem adatot minden hatalom, a mennyben, a földön Mindenhol. A Filippi ez levélben pedig azt mondja a Szentlélek, Jézus Kisztusnak a mennyei felmagasztalásáról, ugye földi élete a megaláztatásról szólt. hogy a földi életében Jézus azért tudta mindig legyőzni a gonoszt, mert Isten igényének folyamatosan engedelmeskedett egészen a Golgotai kereszt haláláig. Utána jött a felmagasztalási szakasz Jézusnak a sorsába. Hogy mivel kezdődött? A föltámadással. A föltámadással nem lett vége, mert fölemelte őt Isten az ő dicsőségében, és utána azt olvasok a Filippi 2-ben, hogy megajándékoztatni őt olyan névvel, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére meghajoljon minden pél, a mennyekben, a földön és a föld alatt is, tehát a pokol erő is. Vagyis mit jelentett ki ezzel a Szentlélek? hogy a názerti Jézus nevében hatalom és erő van. Engedelmeskednek azok a gonosz szellemi lények, amelyek a különböző hamis vallások fölött, okkultizmus fölött, csalások fölött állnak. Tehát, hogyha itt Budapesten, a erősek a keresztények, az eu oltár felépítenék, nem tudnák idehozni a pergamon szellemét, mert ha a szellemmel, jó, a kardjával jól visz. Jézus nevét használod, akkor ezt a szellem előtt, ezt a gonosz szellem erő, ami ehhez az oltárhoz kapcsolódik, meg máshová, az nem tud bejönni arra a fölrazi területre, ahol te laksz, mert a rajtad lévő kenet kiszorítja azt. Tehát Jézusnak a nevétől úgy meg a pünkösd után Jeruzsálemben a főpapok, hogy mondták könyörögtek szinte a tanítványonnak, hagyjátok abba, ne használjátok ezt a nevet. Mert látták, ugyanazok a csodák folytatódnak, mint a názerti Jézus Készsősnek a földi élete során, ugyanazok betegek gyógyulnak, meg halottak támadnak föl, börtön, fegyenc, Péter fegy, mint fegyenc kijött a, a, a börtönből, persze... Ő nem volt jogosan elítélve, hanem őt jogtalanul tartották fogságban. Tehát ki, eh, egy csomó olyan dolog történt, hogy még a, a Jeruzsálemnek a vezetői számára is nyilvánvalóvá vett, hogy Jézus Krisztus nevében olyan hatalom és olyan erő van, hogy ezt a nevet, ha használják ezek az Jézusnak a tanítványai, a betegségek eltűnnek az emberekből csodák jelek történnek az emberek életébe. És ezt nem akarjuk látni, hát mi nem szabad, de van tiltva. De hát látjátok, akárhogy is tiltották, Jézus neve ajtókat nyit meg, de ajtókat is zár be. És amit ő bezár, azt ne nyissuk ki. És amit kinyit, azt ne zárjuk be. Dicsőség az Úrnak a nevének. Tehát ez a leghatalmasabb szellemi fegyver, aminek a démonok, átkok, betegségek, mindenfajta olyan gonosz sátáni, rontó, pusztító erő engedelmeskedik. Harmadik pedig a hit. Jézus Krisztusnak a hitéről van szó, hogy az én hitem, nem a te hited, ne arra törekedj, hogy neked legyen hited, de arra törekedj, meg én is arra törekszek, hogy Jézus Krisztusnak a hite legyen bennem. Már 11 azt mondja, magyar fordítás nem pontos, hogy az eredeti azt mondja, hogy legyen olyan hitetek, mint Isten hite. Milyen hite van Istennek? És akkor megmagyarázza Jézus, hogy milyen. Hogy amit mond, az meg lesz. Tehát az Istennek olyan hite van. Azt mondta az Isten, világosság. És lőn világosság. Tehát amit kimond, és hisz abba, amit kimond, azt mondja, meg lesz népve. És ez az, ami a hegyeket eltünteti az útból, és a hegyek hatalmat is jelentenek a Bibliában, tehát olyan sötét hatalmakat, amelyek uton állnak, amelyben van, Pergamon várában, fellegbárban, trónol, de amikor az Úr Jézus Krisztus hite van benned, a hit fejdelmétől és a bevégzőjétől megkaptad a Krisztusi hitet, akkor a hegyek leomolnak előtted és halasz előre. Dicsőség az Úrnak!